Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy általános jóslás, hogy mi a téma, azt megnézzük, hogy mit mutat a kártya. És erre fogom kivetni a többi kártyát. A fő téma itt egy új kezdet a szerelmi élet területén. Lesz közeledés, a múltban voltak nézeteltérések, de most javul a helyzet, tisztázódnak a dolgok, lesz részedről közeledés vagy részéről, és ez a kép utal egy találkozásra. Tehát szerelmi témáról van szó, közeledésről, találkozásról. A gyűrű is ezt mutatja, hiszen lesz újra kapcsolat, visszatér hozzád. Légy magabiztos. A kulcs azt is jelenti, hogy ő lezár most valamit, de egyúttal kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, nyitottabb lesz veled szemben, és érezni fogod a szerelmet, vagy beszélni akar ezekről a témákról veled. Nyitott lesz a szerelemről beszélni, kimutatja az érzelmeit. Itt a ház jelentheti az alapokat, hogy ő szeretne veled egy tartós párkapcsolatot kiépíteni. Az is lehet, hogy tervezi veled egy közös otthon kiépítését, itt van a kulcs a házhoz, vagy a lakáshoz, itt van az eljegyzés, vagy lehet egy szerződés, egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés. És a gólya jelenti a változásokat, gyakran a költözködést. Itt a négy levelű lóhere utal egy szerencsés fordulatra. A költözködést terveztek, itt a szerencse, meg lesz a szerződés, a szerelmi élet területén légy magabiztos, közeledik hozzád, megváltozik a hangulata vagy a hozzáállása, kimutatja itt az érzelmeit. Lesz egy jó hír. Ez a levél lehet egy szerződés is, és ez összefügg a házzal vagy egy ingatlannal. Itt a horgony jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudtok horgonyozni, és ez a terve. Ő biztosnak érzi ezt a párkapcsolatot, tudja azt, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, például munka otthonról, vagy a hivatásod összefügg az ingatlanokkal, és itt lehetnek szerződések, vagy egy munkahelyi szerződés is. Lényeg az, hogy tud, lesz egy szerencsés fordulat, lesznek változások, ő nyitott lesz, és megjelenik a szerelem kettőtök között. Ha egyedül vagy, akkor hamarosan beköszönt a szerelem az életedbe, és itt láthatóak a változások. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!